mindenkit köszöntök, és köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Sajóbábony Egészségklub ilyen jól működik. Na most én azért választottam ezt a témát, és csak azt mondtam, hogy az elengedés lesz a témája, de én azt mondom, hogy a birtoklás és az elengedés, ez egy ellentét pár, ugye a birtoklás az az önzésnek a gyereke, az elengedés meg az önzetlen szeretetnek. Ugye már a szeretetről egyszer beszéltünk egy hasonló előadásban, amire kicsit megszenvedtem, de hát azért remélem, hogy olyan néhány dolgot azért emlékszünk még róla, hogy önzetlen, ez egy olyan gyönyörű magyar szó, hogy önzetlen. Amikor önmagamról megfeledkezem, az az önzetlenség, ugye? Önzetlen anyai szeretet. Tehát az az igazi szeretet. Na most kénytelen vagyok az egész előadásomat Pál apostollal kezdeni, mintha pap lennék, de nagyon-nagyon idevaló. Azt mondja, hogy Pál apostol szerint a szeretet türelmes, nem féltékeny, nem kérkedik, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, mindent elvisel. És ha mindezek igazak, akkor ez a szeretet nem szűnik meg soha. Na most ezt minden esküvőn elmondja a pap, mindenki bólogat hozzá, az öreg néni, ezt már nekem is mondták annak idején. A fiatalok is ugye meghallgatják, stb. És egy idő után sajnos úgy gondolják, hogy a szerelem az mindent megold, és akkor majd abból lesz egy szeretet, amivel különösebben nem kell semmit csinálni, és mindenki, aki nem így van, aki elválik, meg stb. Én velem ez nem történhet meg. Hát, mint az emelékelt ábra mutatja, elég gyakran megtörténik. De most nem arról fogunk beszélni, ami megtörténik, hanem azt, hogy hogyan segítsük elő az általunk önzetlenül szeretett társunk eltávolodását, elválását tőlünk, elengedését. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye az ember nehezen engedi el azt, amit birtokol. Mindegy, hogy mi az, nehezen engedi el. Valahogy úgy hozzánőtt, az az övé. Azt ő nem adja. És ugye ebből ered aztán az a végeredmény, amit ugye Pál apostol szeretett volna megóvni minket, hogy legyünk önzetlenek, ne legyünk féltékenyek, ne próbáljunk tapintatlanok lenni, ne keressük a magunk javát. És hát e köré szeretném fonni az egész témát, mert rengeteg olyan dolog van, amitől az életünk folyamán el kell búcsúznunk, el kell válnunk, el kell engednünk, és hát erről szól a mi életünk, nem csak nekem, hanem mindnyájunknak. Amikor ugye az ember egy ilyen beszélgetésre készül, az elég sok mindent el kell olvasnia, mert ugye hiába már öregszik az ember, meg öreg is, és sok élettapasztalata van, de mégis sok ember van, aki ezt azért formába öltötte, könyvekbe öltötte, rengeteg könyv foglalkozik ezzel. Én a saját otthoni könyvtáromban találtam 4-5 könyvet, ami érintőlegesen vagy szinte erről szól. Ugye az első, amit el kell engednünk, az a gyerekünk, majd visszatérünk. A második, akit el kell engednünk majd később, az az esetleges egészségünk. Mert ahogy elkezdünk öregedni, az egészségünket is el kell majd engedni, és ez egy nagyon nehéz ügy megint, bár akik ide eljöttek, nem is gondoltak arra, hogy ez egyáltalán fel fog merülni, hogy az egészséget is el kell egyszer engedni. Igen. El kell engednünk, mert 93 éves emberek azt hiszik ma, hogy hát mindez vissza lehet állítani. A tévé mutatta, hogy a 93 éves bácsi szaladt fölfele hegyen. Tehát el kell engednünk az egészségünket is 50-60-70 éves korunkban, mert nincs más megoldás. Vagy hogy hogyan, hát ez egy másik kérdés. Aztán a szerető pár elengedése. Megint nagyon nehéz kérdés. Vagy megpróbáljuk valahogy úgy csinálni, hogy hát nem is szeretett igazán, ha elment, akkor biztos, hogy nem szeretett, és hát biztos ilyen hibái vannak, meg olyan hibái vannak, de nem biztos, hogy csak így van, és őt is el kell engedni. Aztán el kell engedni azt, aki netalántán meghal. Mondjuk a saját gyerekünk meghal. Hát ez a legnehezebb, az összes közül.
saját gyerekünk halálát, azt a legnehezebb feldolgozni. Én sem tudom, hogy hogy kéne, majd reméljük, hogy nem kerül rá sor. Aztán nagyon nehéz elengedni az örökséget, a vagyont, a hatalmat. Például valaki gyárigazgató volt, és akkor egyszer csak elküldjük nyugdíjba. Hát neki el kell engedni azt a hatalmat, ő birtokolt egy óriási birodalmat, és sok embernek volt a vezetője, és most egyszer csak azt mondják neki a buszon, hogy Tata, üljön odébb. Ugye? Eddig meg mindenki vigyázva vágta magát, hogyha előtte megállt. Ugye? Ezt is neki nagyon nehéz elviselni, és nagyon-nagyon sok ember belerokkan ebbe. Nagyon sok ember. Ha akarják, akkor egyszer ezt külön kivesészhetnénk, hogy hogyan kell fölkészülni az öregkorra. Felkészülünk minden. Az óvodába felkészülünk az iskolára, az iskolába az egyetemre, az egyetemen meg a szakmunkás kezdődő a munkára. Házasságra egyáltalán nem, boldogságra egyáltalán nem, nyugdíjaskorra egyáltalán nem. És azt egyszer csak nyugdíjasok leszünk. El kell engednünk azt az egészséget, ami addig volt, azt a fiatalságot, az se könnyű, a fiatalságot elengedni. Hát lehet, hogy amikor a végére jutunk, akkor talán könnyebb lesz, de ezek mind olyan dolgok, amiket el kell engedni. Aztán ugye a társunk, apánk, anyánk, bárkinknek a halálát, őt elengedni. Megint nagyon nehéz, ugye? De a bölcsek azt mondják, hogy az az ember, aki bölcsen éli az életét, az úgy készül az életére, vagy úgy éli az életét, hogy bármikor le tud mondani bármiről. Na most ehhez mi kell? Függés, függök a páromtól, de nem vagyok függő. A függő, ugye az alkoholfüggő, a kábítószerfüggő, a függő, az az, hogy nem tudok nélküled élni. Ez egy frázis, de hát lehet, hogy egyszer kénytelen lesz nélkülem élni. Így nem lehet, tehát muszáj úgy alakítani, hogy igenis én rettenetesen szeretlek, mindent megteszek érted, de tudok nélküled is élni. Erre fel kell készülni, mert különben rettenetesen nehéz lesz akkor, amikor meghal a férjem vagy a feleségem. Ha én úgy készülök rá, hogy én nem tudok nélküle élni, mert ő nekem az életem értelme. Hát ábóvó az, ő nekem az életem értelme, legyen az gyerek, férj, feleség, ez nem lehet igaz. Az életem értelme a saját magam áltott, alkotott boldogságom, az az én életemnek az értelme, hogy mit csinálok én másoknak, mit adok a feleségemnek, gyerekemnek, a társadalomnak, az országomnak, minden, az az én életem értelme. De nem lehet a gyerekem az én életem értelme, mert ez már nem jó. Ez már függés. És ez nem jó neki sem, meg nekem sem. Hát eléggé belementünk a közepébe a dolognak, és vissza kell mennünk az elengedésnek a lépcsőfokaihoz, ugye? Mert hogy kezdődik, mi az első elengedés? Hát ugye itt van egy gyerek a hasamba, és az egyszer csak ütvág, és kimászik belőlem, kijön belőlem, ez az első elengedés. Ezt még egyenlően senki nem akarta visszatartani, érdekes módon nem mondta senki, hogy ezt tessék már vagy két hétig visszatartani, mert nekem olyan jó, hogy itt van. Ugye? Az az első elszakadás, hogy a gyerek elhagyja az anya méhet, ugye, és ez elhagyja. Na utána jön egy 3 éves gyerek, aki addig mindig fogja, szorítja anyukának a kezét, de meglát egy másik játszótér, egy másik gyereket, egy biciklit vagy akármit, és elszalad. Az anyuka kiábal, hogy ne szaladj, kisom, ne szaladj, visszanéz, röhög egyet, a szalad tovább. Hát ez a második elszakadás, amikor a gyerek próbálgatja, hogy ő hogy tud a szülőtnek a pórázából elszökni, ugye? Ez is egy érdekes jelenség, de van, ez minket nagyon dühít, mert félünk, hogy alászalad az autó, ami még el is fordul néha, de hát ez második lépcső az elszakadásnak. Ugye aztán jön a harmadik lépcső, amikor addig anyuci meg apuci volt az atya úristen, és egy 13-12 éves, most már 10 éves gyerek elkezdi mondani, hogy ne, apa hülyeségeket beszél, anya hülyeséget beszél, a haverok azok mind igazat mondanak, azoknak mindig igazuk van, és már hogyha meg akarjuk puszilni a haverok előtt a kislányunkat, vagy kisfiunkat, vagy megölelni, akkor úgy eltol, hogy na, hangja, nem jó. Na. És akkor mi erre mit csinálunk? Megsértődünk.
hát megsértődünk, hogy hát én szeretem ezt a gyereket, a 11 év óta nevelem, mindent megadtam neki, és eltol magától. Nem azért tol el, mert nem szeret, hanem egyszerűen azért tol el, mert ő el akar szakadni. Neki pontosan úgy ki kell szakadni a család méhéből, mint csecsemőkorban, amikor megszületett. Ugyanaz a folyamat zajlik le, csak ez most egy kicsit kellemetlenebb, mert a kamasz lusta, pofázik, visszapofázik, szemtelen, de ugyanok a pénz kell neki, amit apuci meg anyuci ad. Ez egy ilyen érdekes dolog, de van, ugye? Na de hogyha mi ezzel megsértődünk, hogy a mi kamasz gyerekünk szemtelen és lusta, akkor ez nem lesz nekünk jó, meg neki se. Mert mi ugye fel fogjuk neki hánytorgatni, hogy igen, hát mi megvettük neked az új cipőt, meg az új kabátot, meg minden, te meg szemtelen van, meg stb. Stb. De mi ez? Hát ez egy tiszta önzés részünkről. Mert mi önzetlenül szeretjük a gyerekünket, akkor ne csináljunk már bennül lelkiismert folytatást a gyerekünknek, hogy ő most hálást adjon azért, mert kapott cipőt, meg kabátot. Tehát ez már önzés. Ugye itt az elején mondom, önzés, szeretet, ez két különböző dolog. Tehát úgy kell elengednünk a gyerekünket, hogy ne legyen neki lelkiismert fordulása, és mi nem mondjuk, hogy azért nekem légy szíves így, meg így viselkedni, mert én már 11 éve, 12 éve nevellek, és már pedig, amíg én nevellek, addig azt fogod csinálni, amit én mondok. Sajnos beleesünk ebbe a hibába, de vedd tudomásukra venni, hogy a kamaszt már nem lehet nevelni. Már nem lehet. Pszichológiai értelemben a kamasz nevelhetetlen. Azt már nem lehet. Nevelni lehet a gyereket 5 éves koráig, elültetni bele azokat a magokat, amik alapján ő egy csirázó felnőtté válik majd, de nevelni már kamaszkorban nem lehet. Ezt nem én találtam ki, ezt én könyvből olvastam. Mert egyébként akkor meggyanúsítottatok, hogy ez az én személyes véleményem, ez nem a személyes véleményem. Ugye aztán jön egy harmad, megint egy negyedik kilépés a családból, amikor felnőtt korba kerül a gyerek, és férhez megy, megnősül, stb. Nem mindenki tolerálja jól ezt a dolgot. Nem mindenki jó anyós, nem mindenki jó após, és ebből azért mindjárt tudjuk, hogy elég sok konfliktus szokott kialakulni, hogy hát elvitték a gyönyörű egyszem lányomat, vagy volt nekem egy gyönyörű szép okos fiam, és ez a kis fiatal miniszoknyás fruska meg elszerettett tőlem. Ugye ez volt életem értelme, ez volt az egyetlen értékem az életemben, és most ez a kis fiatal, riszálós csajocska elvitte tőlem. Nem könnyű elviselni, de el kell viselni, és támogatni kell. Nem mindig tetszük nekünk a menyünk vagy a vőnk, de ezzel egyet érhetünk el, hogyha elkezdjük fumigálni a párunkat, hogy el fog távolodni még a saját gyerekünk is tőlünk. Ha ezt támogatjuk, és elfogadjuk, hogy ő azt szereti, akit szeret, támogatjuk az leválását, támogatjuk a felnőtté válását, akkor nagy valószínűséggel, amikor majd születni fog az első gyereke, vissza fog hozzánk jönni. Vissza fog jönni, mert akkor már neki is megint szüksége lesz anyukára, megint szüksége lesz apukára, meg megint szüksége lesz esetleg másik szülőre is. Hogyha ez nem volt nagyon elrontva ez a kapcsolat, akkor vissza fog jönni. Tehát nem kell azt hinni, hogyha én tőlem kirepült a fészkemből, abból a fészekből, amit én rosszul csináltam, ne érezze a jól magát, kirepül. Az embereknél vissza szoktak jönni, az állatoknál soha. Tehát az állatoknál nem fordul elő, hogy egy elment állat visszamegy. Ez ott nincs, de az embereknél van, és igenis visszajön. Tehát amikor már olyan súlyos a probléma, hogy például van egy anyuka, van neki egy 40 éves kisfiacskája, aki hát nagyon kényelmesen éldegél, azt csinál, amit akar, anyucika mos, főz, vasal, takarít rá, és ez a fiúcska ugye lassacskán elhízik, lassacskán söröcske, borocska, pálinkácska, és a többi, és a többi. És hát ugye nő sehol, mert ugye ott van neki anyuci, aki mindent megcsinál, és ebből nagyon kicsúszik egész 50 éves koráig, akkor ha netalántán édesanyuci meghal, mert már 86 éves, akkor az a baj, hogy már ő alkalmatlan lesz arra, hogy egy másik nőt egyáltalán megismerjen, elfogadjon, ne féljen tőle, stb. És marad egy öreg, ifjú, férfi ember, aki leginkább alkoholista lesz, de másik variáció is van, amikor öngyilkos lesz. De ezek már csúnya dolgok, tehát nem szabad idáig elmenni, mert hamarabb ki kell
rúgni a fészekből a gyereket. Ki kell rúgni, igen, igen, tessék menni a gyárba dolgozni, tessék menni, talala, talala, mert hogyha nagyon sokáig tartogatjuk a kisfiunkat vagy kislányunkat, akkor ez neki nem lesz jó. Mert nem tud rendes párkapcsolatot kialakítani, nem tudja az életét úgy élni, hogy kéne, nem tudja megtanulni az élet buktatóit, nem kap pofonokat az élettől, mert megvédjük a drága kis gyerekünket, ami nagyon szép dolog, csak neki nem jó, mert nem lesz életképes. És aztán amikor, mit tudom én, 48 éves korában hirtelen rászabadul az, hogy neki itt van az egész élet előtte, akkor nagyon nehéz lesz neki, mert ezt 14 éves korában kellett volna megtenni. Ugye nem csak a gyerekeket kell elengedni, hanem a gyerekről alkotott fantáziáinkat is el kell engedni, mert ugye mi elképzeljük, hogy a mi gyönyörű szép kislányunkhoz majd fog jönni egy vőlegény fehér lovon, és akkor majd fogja mutatni a tévé az esküvőt. Ezt el kell engedni, mert ez egy fantázia. Ugye egy fantázia volt, hogy az én kislányom majd a miniszterhez fog feleségül menni, vagy mit tudom, nagy sztárügyvédhez, stb. Ezeket el kell engedni, mert ezzel magunkat is nagyon szomorúvá tehetjük, meg a gyerekünket is, mert nem fog tudni megfelelni ennek az elvárásnak. Ezt is el kell engedni. Nem szabad túl fantáziálni és túl illuzórikus álmokat kelteni magukban, és ezeket is el kell engedni. Hát még egy picit a fiatal korúaknak az alkohol meg a drog kérdéséről muszáj vagyok beszélni, mert már nem igazán elszakadás kérdése, de mégis azt mondom, hogyha egy szülő jól nevelte a gyerekét, a jól, szeretettel, jól, konzekvensen, következetesen nevelte, abból nem lesz alkoholista, nem lesz kábítószeres. Tehát az a gyerek, aki kábítószeres lesz, ott nem a gyerek a hibás, hanem általában a szülő, csak a szülő elviszi a gyereket a pszichológushoz, meg elküldi, meg mindenki a gyerekre rárák minden, de az a gyerek nem volt igazán tökéletesen nevelve. Nem volt igazi jó meleg fészekben gyerekkorában, és ezért vágyik illúziókra, vágyik különböző olyanokra, ami valójában nem is igaz. Na most ugye itt van az Y-generáció, akiről ma beszélünk, akik ma élnek ilyen virtuális térben a különböző elektronikus kütyük által. Na most ennek az a baja, hogy olyannyira megszokják a virtuális teret, ahol nincs felelősség. Nincs egyéniség, nem vagyok én, hanem hogy úgy szállok a levegőben, és a képeket nézem, és stb., hogy a valós életet nem fogják tudni igazán élni. És bele fognak menekülni teljesen valótlan, ideális butaságokba, ilyen a kábítószer, és stb., és stb., mert a valós értelmét az életnek, a valós értékét az életnek nem tanulják meg. Nem tanulják meg, mert ugye mit lát a tévében? Hát zömmel hülyeségeket. Előfordul, hogy nem az, de ritkán. Tehát sokkal több a hülyeség, és egy fiatal gyerek még nem tud különbséget tenni, hogy ezt most gyorsan kikapcsolom, mert ennek nincsen semmi értelme. Na most nagyon nehéz probléma a gyerekét egyedül nevelő szülő. Ez egy külön nehézség. Még nehezebb, mint a többi. Mert amikor ott van egy jó apuka, egy jó anyuka, egy jó fészek, és van egy vagy két vagy három gyerek, az úgy könnyebben elmegy, nem olyan nagy probléma. De amikor két szülő volt, lett egy gyerek, és elválnak, és ott marad a gyerek anyukánál vagy apukánál, tök mindegy, az egy nehéz kérdés. Az egy nehéz kérdés, mert torzul ez az egész folyamat, amiről eddig beszéltem. Mert már az asszonykának nincs meg az a férfi társa, aki eddig megvolt. Nincs meg az az anyagi biztonsága, nincs meg az a, esetleg a lakásának az a minősége, a kocsi, és a többi, és a többi. És megmarad neki egy gyerek, és az egész eddigi dolgait rávetíti a gyerekre, és elvárja, hogy ez a gyerek viszonozza. Na most, hogyha ez így megy, akkor ez a gyerek nem viszonozni fogja, hanem egyre fog távolodni attól a egyébként nagyon önzően szerető anyukától vagy apukától, egyre távolabb fog kerülni, és ha felnőtt meg fog sértődni, hogy én az egész életemet neked állóztam, mindenemet neked adtam, és te meg így beszélsz velem, meg ilyenkor jöttél haza, fél egykor, holott már 10 órától válak, és nem tudom, hogy hol vagy.
Közben lemerült a telefonja szerencsétlenek, és nem tudott anyucinak szólnia a 33 éves kislánya, hogy hát ő nem tud hazamenni, mert lekéste a busz, vagy akármit. Vagy éppen csinált valamit, ami neki joga van csinálni. Hát ugye mik azok a gátló tényezők, amik hát a szülő részéről meggátolják az elengedést? Hát itt van, ugye most érintettem a rajongó szeretet. Mert örül, hogy kényeztethet valakit. Itt van ez a gyerek, aki tud kényeztetni, és ez öröm. Kényeztetni öröm. Kényeztetni öröm, és más nem tudok kényeztetni, tehát mit kényeztetek a gyerekemet? Ez egy gátló tényező. Azon kívül teljesen elfogadom azt a véleményt, hogy nélkülem ez a gyerek nem tud felnőni. Alkalmatlan az életre. Ha én nem mosom ki a fejérneműjét, és nem akaszgatom, nem vasalom ki, meg nem adok neki, én ez éhen hal ez a gyerek. Ezt teljesen el is tudom hinni magamról, hogy nélkülem ez a gyerek nem tud élni. Hát aztán ráadásul mit csinálnék, hogyha ez a gyerek elmenne? Hát unatkoznék. Hát itt vagyok egyedül ebben a nagy házban, vagy ebben a nagy lakásban, és unatkoznék, mert ez a gyerek nincs itt. Ugye? Hát azon kívül ezt az egész leválást, ha rossz szemlélettel nézzük, akkor ez egy árulásnak is lehet vélemény, hogy ez a gyerek erre elárul engem, hogyha elmegy. Engem elárul, a saját édesanyját vagy a saját édesapját elárul. Ezek azok a gátló tényezők, amik hát gátolják a leválást. Na most mik a gátló tényezők a gyerek részéről? Mert ugye ez a szülőri, a gyerek részéről is vannak gátló tényezők, hogy miért nem repül ki a fészekből a kismadárka, vagy az a kisfiúcska, vagy kislányka. Hát ugye, érdekes ezt a kifejezést, én is nemrég olvastam, hogy kapu nyitási pánik. Ugye a kapu zárási pánikot mindenki tudja, a férfiaknál előfordul, meg nőknél is, hogy hó, hát még hányat nem, és akkor azt be kell potolni gyorsan-gyorsan. De a kapu nyitási pánikot nem nagyon ismerjük. Most a gyereknél ugyanez előfordul, hogy ugye itt ülök ebbe a jó kis meleg fészekbe, anyuci, apuci, minden megvan, és ezt is nekik kéne menni ebből a fészekből, és akkor hát kezdek félni, ugye? Megijedek ettől a dologtól, hogy nekem ki kell repülni ebből a fészekből. Ezt hívjuk ugye kapunyitási pániknak, és ez ugye gátolja, és a gyerek egy kicsit lehet, hogy visszahúzódik. Azt mondja, ráadásul, hogyha én most elmegyek, akkor anyucival mi lesz? Hát anyucinak kell az a feladat, hogy rólam gondoskodjon, és én meg elveszem tőle ezt a jó feladatot, hogy gondoskodjon rólam. Hát nem utolsó, nekem is kényelmes. Nekem is kényelmes az egész. És egyébként én akkor lehetek felnőtt, amikor akarok. Ez olyan, mint amikor az alkoholista, a cigis azt mondja, hogy ő akkor szokik le, amikor akar. Persze, csak semmikor. Ő azt mondja, hogy akkor, amikor akarok, csak nem lesz. De azt ő teljesen elhiszi magára, hogy ő akkor fog felnőtt lenni, amikor akar. De nem akar, mert nagyon kényelmes. Hát ugye ezt életbátorság hiányának tartjuk, hogy nem merem azt a bukdácsoló életet élni, amit egyébként kell. Na de azok a kis bukdácsolások, kis pofonok, kis karcolások, amik érnek minket az élet folyamán, arra készítenek föl, hogy kibírjunk esetleg nagyobbakat is. Tehát aki kicsiket nem bír ki, az nagyokat hogy fog kibírni? Márpedig az életben lesznek nagyobb karcolások is, nagyobb sérülések is. Tehát nem baj az, hogyha a gyerek elesik a biciklivel. Nem baj az, hogyha a gyerek kap egy pofont egy osztálytársától. Nem kell annyira tragikusan felfogni ezeket a dolgokat. Ugye a póráz. Milyen hal az a legyen a póráz? Hát ha túl lazza, az azt mondják sokan, hogy nem jó. Ha túl rövid, a gyerek hazudni fog. Tehát az a gyerek, aki túl rövid pórázon van, az mindig hazudni fog a szülőnek. Azt már nem mondom, hogy lopni is fog, de hazudni biztos fog. Tehát az nem jelenti azt, hogy ha én a pórázt elengedem, vagy elvágom, hogy én nem figyelhetem a gyerekemnek a további sorsát. Sőt, igenis, kötelességem figyelni. De ne úgy, hogy ő ezt észrevegye. Tehát ne úgy, hogy figyeljem, hogy mikor az, meg mikor megy ki, meg kivel jött haza, hanem mert akkor ki rákényszerül arra, hogy hazudjon, hogyha túl figyelem a fejlődését. Hát igenis lehet figyelni távolról, ugye Pál apostol is mondja, hogy nem akarom
hogy mondja ő, nem tapintatlan, ugye? Nem tapintatlanul figyelem a gyereknek a felelősséget, hanem tapintatosan. Hát ugye a mai életben előfordul az a probléma is, amikor a szülők gazdagok, de idejük nincs a gyerekre, tehát ugye volt itt egy előadás arról, hogy a minőségi idő, tehát a minőségi idő az, amikor a gyerekemet kézen fogom, és elmenjünk a hegyre, vagy elmenjünk kirándulni, vagy mit tudom én, elmenjünk szalonnát sütni, vagy akármit csinálunk, együtt vagyunk a gyerekkel, erre nincs idő, ergo mit csinál a mai gazdag szülő? Oda nyomja neki a pénzt. Nem jó módszer. Nem jó. Nem lehet pótolni a minőségi időt a feleségemtől, hogy veszek neki egy bundát. De egyébként nincs időm rád, de itt a bunda, tessék, örülj neki. Ugye? Most nem olyan régen hallottam egy elég gazdag fickó mondja, hogy ő a barátnőjére ebben az évben 2 millió forintot költött. Hú, kicsit ráncolni kezdtem, mondom, ez nagyon nehéz dolog, tudnilik. Hát én soha nem számoltam meg életemben, hogy mennyit költöttem a társamra, hogy ő mennyit költött. Már itt óriási baj van, ugye? Nyilván sokat költött, de hát ezt nem kellett volna felhánytorgatni, ugyanúgy, mint a gyerekünknek nem hántorgattuk fel, hogy én kitanítattalak, meg mit tudom, én adtam neked ezt, meg azt. Azt oda kell adni, ez kész. De nem lehet érte elvárni, hogy ő bármit, még csak hálás legyen is. Legyen, szeresse a szülőt, tisztességesen, kész. Na most az a gyerek, akit jól szeretünk, az később viszonozni fogja a mi jól szeretetünket. Azzal, hogy amikor mi öregek leszünk, ő jól fog minket szeretni. És jól fog minket rólunk gondoskodni. Ennek az ellenkezőjére is van rengeteg példa. Sajnos itt az öreg otthonból rengeteg példát tudok, amikor különböző okoknál fogva a gyerek egyáltalán nem gondoskodik a szülőről, van, aki aztán túl gondoskodik, van, aki közepesen, van, aki jól. Nagyon sok variációja van ennek. Nehéz jól szeretni egy gyereket, nehéz jól szeretni egy feleséget, nehéz jól szeretni bárkit, de törekedni kell rá. Törekedni kell rá, mert úgy az a jó, az a helyes. Na most... Lehet, hogy hamarabb kellett volna mondani, de felolvasom, Bácska Júli, ez egy magyar pszichológus nő, azt mondja, a gyerekeddel szabad testileg, lelkileg szoros kapcsolatban élni, de nem felejtheted el, hogy ő nem a Barbie babád, nem a tulajdonod. Ja? Tehát nagyon szoros kapcsolatban lehet lenni, lehet vele szeretni, de nem a Barbie babád, nem a tied. Ő egy külön élet, az nem a te tulajdonod. Erre nagyon-nagyon... felhívnám a figyelmet, hogy a feleség ugyanígy van. A feleség nem az én tulajdonom. A feleség a társam, a párom, de nem a tulajdonom. És aki tulajdonnak tekinti a feleségét, vagy a férjét, teljesen mindegy, mert itt is, ott is előfordul, az sajnos egy nagyon gátló tényezőbennek számít a harmonikus kapcsolatban. Tudnék, a harmonikus kapcsolatnak a lényege nem a függőség, a függőség, hanem a függés. Tehát függünk egymástól, de nem függőségben élünk egymást, mert ez nem ugyanaz. Függünk egymástól, mert nyilván megbeszéljük, hogy mikor megyünk ide, vagy mikor veszünk ezt, vagy mikor veszünk. Ez egy függés egymástól, vagy egyáltalán a párkapcsolat, az egy függő kapcsolat, de nem függőség. A függőség az más. Az, amikor én tulajdonomnak tekintem a másikat, és elvárom, hogy ő úgy is viselkedjen, mintha az én tulajdonom lenne. Mind a két részről előfordul, férfeleség részéről, hogy függőségben tartják a párjukat. És aztán csodálkoznak, hogy nem jó. Most ugyanez a gyereknél is, hogyha ugye a gyerek melegedni akar, akkor oda megy a kályához. A családot tekintsük szimbolikusan kályának, oda megy. De ha nem akar melegedni, akkor nem megy oda. És akkor megy oda, amikor akar. És ezt el kell fogadni. Hát itt egy nagyon szép mondat van leírva nekem, hogy a jól szerető anya és a biztonságot adó apa gyermeke könnyen leválik. Nem tudom jobban megfogalmazni. Ez kölcsönös bizalmon múlik, hogy jól szerető anya és biztonságot adó apa kéne a gyerekeinknek. Hát sajnos ez nem megy, de erre kéne nekünk törekedni.
Ugye sok minden nem megy az életbe, de mégis törekedni kell rá, ugye? Mert az Isten által is bocsánatos bűn, hogyha tévedünk, hibázunk, stb. De ha nem is tanulunk belőle, meg nem törekszünk arra, hogy javítsuk magunkat, az már lehet, hogy a bűnkategóriát súrolja. Tehát a tévedni szabad, de nem tanulni belőle is, próbálni javítani önmagam, az már hiba. A mai életben sokszor ez a leválás egy kicsit elhúzódik. Tudnék, nagyon sok gyerek tanul idegen városban, külföldön, itt-ott-amott. Tehát úgy tűnik, hogy kirepül, de nem biztos, hogy ki tud repülni teljes mértékben anyagilag, például, és a szülőnek segíteni kell őt. Tehát a mai életben nagyon sokszor van az, hogy még felnőtt gyerekeinket is támogatnunk kell, vagy lehet, de ezért viszont bármit is elvárni már nem illik. Tehát igenis, küldtetek a gyerekemnek Hollandiába, itt tudom én, 200 eurót havonta, de nem várhatom el azért, hogy ő ezért hetente leveleket írjon nekem. Vagy fölhívjon minden este telefonon, ha van ideje, ha nincs. Tehát igenis, mai életben tovább is eltarthat, mert nem mindenki megy 18 éves korában férhez, és nem nősül meg. Tehát ez a eltávolodás egy kicsit tovább tart. Hát ugye itt van felsorolva a harmonikus leválás feltételei, amit gyakorlatilag már többé-kevésbé érintettem, hogy jó szívvel elengedni. Jó szívvel elengedni. Nem könnyű, de ez a lényeg. Ennek az ellenkezője, amikor nem bírja elviselni, hogy a gyerekének már nincs szüksége rá. Nem tudja elviselni ezt a tényt, hogy nincs szüksége a gyereknek rá. A gyereknek másra van szüksége. Nem rá a drága anyucira vagy apucira, hanem másra. És ezt nem tudja elviselni. Ez ellentéte a jó szívvel elengednésnek. Le kell mondani a szülői hatalmáról. Ez se könnyű. Nem könnyű lemondani arról a hatalomról, amit gyakorolok a gyerekem fölött. De le kell. Ami aztán még ennél is jobb, amikor csábítgatom a gyerekemet, hogy gyere el, majd főzök nektek reggelit, majd gyerek, főzök nektek vacsorát. Nem. Van kedvetek eljönni? Főzök. El tudtok jönni? Főzök. De nem úgy, hogy minden este főzök valamit, hogy gyertek minden este ott, mert ez egy csábítgatás, ez egy kicsikét olyan, mintha meglopnánk egy kicsit. Nem biztos, hogy helyes. Hát ugye a zsarolás, azt már említettem, amikor zsaroljuk, hogy igen, mely neked, ez vettem lakást, meg vettem autót, meg kistafíroztalak, meg férezzattak, meg stb. Ergo, te így és így kell, hogy viselkedjél velem. És ha nem úgy viselkedsz, akkor legyen ám legalább bűntudatod. Na, ez a leggyakoribb. A bűntudatnak a kiváltása a gyerekből, férjből, feleségből, bárkiból. Nem úgy viselkedsz, mint ahogy én szeretném, ergo legyen bűntudatod. Nem a szeretet egyértelmű, önzetlen jele az, hogyha azt váltjuk, hogy a gyerekben bűntudat legyen. Például, mondjuk egy példát, tegnap elfelejtett felírni, vagy nem volt telefonja, nem volt rajta pénz, vagy akármi történt, és akkor másnap, most kell engem felhívni? Nem tegnap kellett volna? Mi ez? Hát ez egy bűn. Hát legyen bűntudatod, hogy miért most hív, miért nem tegnap előtt vagyok. Ez nem az önzetlen szeretetnek a jele, és ezt lehetőleg el kell kerülni. Nagymama. Szeretet. Hát ugye a nagymama már nem tartozik felelősséggel az unokának a nevelése, tisztába tevése, stb. Tehát ő már felelőtlenül szeretheti a gyerekét, nincs felelőssége. De ez talán a jó benne, meg a szép benne, és nagyon sokszor a nagymama ki tud teljesedni ebben a szeretetében, ami egy ilyen lazább dolog, mint amikor a saját gyerekemet el kell vinni reggel 6-ra az óvodába, de utána 4-kor menni kell érte, és 5:30-kor még a főnököm azt mondja, hogy gépelni szeretne valamit, vagy diktálni. Az egy felelős, nehéz dolog, már nagymamaként egy kicsit lazábban lehet szeretni, nem baj, igen, szabad szeretni a gyereket, tessenek szeretni nyugodtan. Hát itt gyakorlatilag kicsit leszövekeltünk a gyerek elengedése, a
Hamasz elengedése. De hát ugye van még az elengedésnek néhány farkalatos problémája, például a párkapcsolatok. Ugye nagyon sok párkapcsolat válással, szakadással végződik. Na most ugye mi lesz akkor, utána jön az egymásra való kiabálás, hogy én neked ezt vettem, én neked ezt csináltam, én ezt így szerettelek, feláldoztam a fiatalságomat, érted? Talala, talala, ismerik ezerféle variációját ennek a dolognak. És akkor valami miatt megszakad a párkapcsolat. De nagyon gyakran a probléma nem is ebből ered, hanem az elengedés hibájából. Nem tudom elengedni. Nem tudom elengedni, meg vagyok sértve, hogy ő nekem, vagy tőlem elment. Hogy tudod, hogy tőlem elmenni? De én vagyok a világ legjobb embere. Hát ettől nem lehetett volna elmenni. Meg vagyok sértve. Ez is egy emberi, természetes folyamat, de én jobban járok, hogyha megváltoztatom a gondolatomat, és azt mondom, hogy elengedlek. Szeressél mást. Légy boldog. Elengedlek. Én láttam egyszer egy amerikai filmet, nagyon régen volt, de egy nagyon-nagyon mély nyomokat hagyott bennem. Egy amerikai milliárdosnak van egy csodálatosan fiatal felesége, aki egy gyönyörű nő. És az öreg már öregecske, és van a öregnek egy titkára, rettenetesen szereti a feleségét, rettenetesen tiszteli, a tenyerében hordozza ezt a gyönyörű fiatal teremtést. És van egy titkára, hogy nem, hát a titkár, aki fiatal és deli legény, szerelembe, bár nagyon nehezen alakul a helyzet, mert tisztességes fiatal asszonyról van szó, de valahogy mégis megtörik az asszonyka, és szerelembe keverednek a titkárral. És hát ez folyik két évig, vagy akármeddig, és egyszer csak nagyon beteg lesz a főnök, a milliárdos, és hívatja a titkárát, hogy jelenjen meg nála a halálos ágyánál. És hát a titkár ugye be van tolva, hogy na most mi lesz, most kapok egy nagy fajmosást, meg ugye neki is már bűn van, ahogy vaj van a fején, és hát nagyon nehezen megy oda, és akkor oda megy, és azt mondja neki a főnök, hogy ide figyelj. Én nagyon régen tudom, hogy te szereted az én feleségemet. Én most meg fogok halni. Én egy dologra kérlek téged, hogy nagyon szeresd a feleségemet, és én neked adom a feleségemet. Neked, mert tudom, hogy te nagyon szereted a feleségemet. 25 éve láttam ezt a filmet, de ennél szebben egy elengedést, egy gazdag embernek egy gyönyörű nőt elengedni, én nem tudom elmondani maguknak. Azért mondtam el ezt a filmet, mert nekem nagyon férfias, nagyon tisztességes és önzetlen szeretetről szól. Ez a férfi azt akarta, annyira szerette a feleségét, hogy ő azt akarta, hogy legyen boldog és éljen biztonságban. Na ez az önzetlen szeretet. Nem azt mondta, hogy te kis hülye, ez az amaz, megcsaltál ezzel a dög fiatal fickóval, nem. Ő nagyon szerette, és az ő kezébe ajánlotta a fiatal férfinek a kezébe, és azt mondta, vigyázz rá, és szeresd őt, mert én nagyon szeretem, és azt akarom, hogy ő boldog legyen veled. Hát ezt nem sokan tudjuk csinálni, megmondom őszintén, ez nagyon nehéz, de szép példa. Hát ugye egyre haladunk a rosszabbak felé, mert ugye érintettem az elején az egészség elengedését, a fiatalság elengedését, ami nem könnyű, se nőnek, se férfinek, különböző variációi vannak ennek a problémakörnek. Nagyon nehezen tudják az emberek a fiatalságukat elengedni, az egészségüket elengedni, teljesen el tudnak keseredni, ha már mit tudom, valami kis ráncocska van a szemük, és gyorsan mennek a plasztikai sebészhez, vagy mit tudom én, itt varratnak föl, meg ott vetetnek le, vagy akármiket, mert már nem tetszenek maguknak. De egy jó párkapcsolatban én azt hiszem, hogy se a plusz 5-10 kiló, se a bármi egyéb nem probléma. Tehát azzal, hogy plasztikai műtétet végeztetek magamon, nem lehet párt megtartani. Megszerezni lehet, de megtartani nagyon nehéz. Tehát a fiatalságot is el kell engedni, és hogyha a korunkkal együtt még bölcsességet is szerzünk, nem csak ráncokat, akkor egészen jól járunk. Mert ugye ráncokat nyerünk, kopasságot, ősséget, és a többi,
de bölcsességet is kellene szereznünk, mert az élet elvileg arra kéne, hogy tanítsunk bennünket, hogy bölcsek legyünk, és ha bölcsek vagyunk, akkor el is tudunk engedni. Tehát el tudjuk engedni, nem mondjuk azt 70 éves korunk, de jó lenne 20 évesnek lenni. 20 éves korban 20 évesek voltunk, megéltük, jó volt, fiatalok voltunk, hülyeséget csináltunk, rengeteget, de most öregek vagyunk, már bölcsek vagyunk, szép öröm visszagondolni rá, elengedem az egészségemet, ülök a fotelben, már nem tudok kimenni az utcára, nézem a tévét, olvasom a könyvet, örülök az unokáimnak, és lehetőleg nem dramatizálom az öregségemet. Mert ugye a dramatizálás az nagyon jellemző az emberre, hogyha börtönben van, vagy akármiféle rossz történik vele, akkor dramatizálja, és azt mondja, ennek vége, nincs tovább, ugye? Miért lesz valaki öngyilkos? Megbukott matematikából 5. osztályban, és öngyilkos lesz. Dramatizálta a helyzetet, nem gondolta arra, hogy hát ki a jó Isten fog engem megkérni az életemben, bármikor is, hogy én 5. megbuktam meg matematikát. De hogy soha senki nem fogja, tőlem se kérdezte meg senki, tőle se fogja. És felhasztja magát, hogy beúrik a vonat alá, vagy akármi. Tehát dramatizálja. Most ha én dramatizálom azt, hogy nekem ráncai vannak, vagy őszt vagyok, vagy öregebb vagyok, vagy potenciál már nem olyan, mint 28 éves koromban, hát akkor beleviszem magam abba, hogy én rosszul éljem meg az öregségemet. Holott, hogyha azt mondom, hogy ez természetes dolog, hogy a 70 éves az nem 20 éves, és nem akarok még egyszer, mert én azt jól megéltem, jól, amit akkor kellett, azt megcsináltam, akár hülyeség, akár nem, és 70 éves koromban is elfogadom a koromat. Ez is egy bizonyos életbölcsesség, és ez is egy elengedés. Elengedem a fiatalkoromat. Meg a betegség elfogadása. Az az egészség elengedésének a szinonimája, mert ugye a betegség az nem más, mint az egészség hiánya. Tehát, hogyha én elengedem az egészségemet, és tudomásul veszem, hogy nekem dagad a lábam, vagy akármiféle van, természetesen elmegyek orvoshoz, és gyógyítom, és csinálok, amit lehet, de tudomásul veszek bizonyos élettani funkciókat, amik nem úgy működnek, mint fiatalkorban. Nem tudok már felszaladni a 3. emeletre. És nem 18 orvos keresek meg azért, mert nem tudok felszaladni a 3. emeletre. Hát ugye a halálról azt már egyszer azt hiszem tartottam külön előadást, ugye, úgyhogy arról most nem, de a halál az egy természetes dolog, bár mindenki azt hiszi magáról, hogy ez velem nem történhet meg. Természetes, hogy meghalt mindenki a szomszéd, de velem nem történhet meg. Ez a hozzáállása az embernek, és akkor hát nekünk nem ebből az aspektusból kéne nézni, hogyan tudjuk elengedni a halottunkat. Független attól, hogy az a halott, az milyen viszonyban volt velünk. Szülői, gyermeki, stb. Hát erre tudok adni néhány olyan útmutatást vagy tanácsot, hogy hogyan tudok például egy idős szülőt elengedni. Hát én mindig azt mondom, mert elég sok halállal találkozom sajnos, hogy arra tessék gondolni, hogy ő nem szenved tovább. Ne arra tessék gondolni, hogy magának milyen rossz, hogy most meghalt anyuka vagy apuka, hanem arra tessék gondolni, hogy ő 83 éves volt, és szenvedett 3 évig. Miért tetszik akarni, hogy még 3-at szenvedjen? Milyen önzetlen szeretet az, amikor én a saját anyámat, apámat még egy kicsit szenvedjen, vagy 2 hétig. Adjanak neki, vagy 3 infúziót, akkor még 2 hétig ott fekszik az intenzíven. Ez nem önzetlen szeretet. Hát ha egyszer valaki annyira beteg, szenved, hát akkor azt el kell engedni, azt kell mondani, hogy repülj anyám oda föl az égbe, és ott már nem fog szenvedni. Ha így gondolok, semmi bajom nem lesz. De úgy gondolok, hogy jaj, mi lesz velem, most meghalt anyám, meghalt apám, mi lesz velem, ki fog nekem este ezt majd azt mondani, akkor magamat sajnálom, de ez már nem önzetlen szeretet. Ez egy kicsit önzés. Finoman kifejező. Tehát, hogyha így gondolok rá, más kérdés egy csecsemőnek, egy gyereknek, egy fiatalnak az elvesztése. Arra nem tudok jó tanácsot adni, arra csak a hit az, ami egyáltalán segíthet, hogy hiszek abban, hogy majd találkozunk fönt egyszer. És hiszek abban, hogy oda kerül. Csak ez az egyetlen, most annak, akinek van hite, annak jó, akinek nincs, hát annak nem jó. Azt nem tudok adni. De mindenképpen ahhoz, hogy ez az egész csomagot, amit most elmondtam, jól tudjuk csinálni, a hit nem árt, hanem használ. Tehát jobban jár az, akinek van hite. Nem azt mondtam, hogy legyen katolikus vagy református, hite legyen. Nem a templomba járás a hit az egy más dolog. A hit az, hogy hiszem azt, hogy
az, amit csinálok, jó, hiszem azt, hogy az, amit alkotok, az jó, hiszem azt, hogy van jövőm, hiszem azt, hogy van az társadalomnak jövő, bízom a jövőben, ez a hit. Nem a templomba járás. De most még egy... Nem, meg még van 7 percem. Meg így elvetted az első 3-at, és vissza. Ugye... Nagyon fontos lenne az, hogy az utódainkat felkészítsük az utódlásra. Mert ugye jó, hogy a gyereket kiengedjük, mert most 14 éves, aztán már repül, mert kamasz. De az utódlásra felkészíteni mondjuk a 33 éves vagy 38 éves fiamat, mert én most példát mondok, gyárigazgató vagyok, és van 500 dolgozóm, és van 2 fiam, felkészíteni erre az irdatlan, nehéz feladatra, ez az én felelősségem, ez az én kötelességem, hogy felkészítsem, és ne úgy legyen, hogy ha majd meghalok, akkor csinálják. Hát hogy csinálják? Nekem 30 év kellett, hogy megtanuljam, ők meg 3 hét alatt megtanulják. Igenis. A szülőnek kötelessége felkészíteni a gyerekét a vagyonkezelésre. Ma már vannak vagyonok, amit el lehet herdálni 2 hét alatt, vagy fejleszteni lehet még 50 évig. Ez a szülőnek a felelőssége felkészíteni. Elsősorban példamutatással, másodszor rávezetéssel, harmadszor támogatással, szeretettel, hogyha valamit elcsesz, akkor nem azt kell mondani, hogy hülye voltál eddig is, meg ezután is az leszel, hanem azt kell neki mondani, hogy jó van, kisfiam, ebből tanulj, mert most ezt nem jól csináltad, de legközelebb vagy ebből tanulva jobban fog csinálni. Tehát ez is egy fontos dolog, bár nem igazán az elengedés, de a szülői kötelesség. És ugye azzal zárnám az egészet, hogy ha Szent Pál az első 4-et, amit mondott, azt betartjuk, önzetlenül szeretünk, nem hivalkodunk, és nem kérjük számon, tehát igazi önzetlen szeretettel szeretünk, akkor az a szeretet örök. És még Marcus Aurelius-t említeném meg, aki a kedvencem, ő egy római császár volt, de nagyon bölcsember volt. És ő azt mondta, hogy az életben 2 dolog van. Az egyik féle dolgot meg lehet változtatni. Változtasd meg. A másik dolgot nem lehet megváltoztatni. Azt fogadd el. És az a bölcs ember, aki ezt a 2 dolgot meg tudja különböztetni. A megváltozhatatlant, például a koromat, a megváltozhatatlant, hogy odébb teszem ezt a telefon, ugye? 2 különböző dolog. Na hát ennek aztán bonyolultabb dolgok, de ez nagyon-nagyon fontos életfilozófia, hogy amit nem lehet megváltoztatni, azt fogadd el. Többek között a halál tényét is. És akkor nincs félelem, nincs szorongás, hogy jaj, most egyszer meg fog halni. Igen, egyszer meg fog halni, mindenki meg fog halni, de addig tegyen meg mindent, amit addig neki kötelessége megtenni, és megtehet. Hát amit meg lehet tenni, tedd meg. Tegye meg. Na, most erről eszembe jutott, hogy ugye nekem annak idején, amikor fiatal fickó voltam, akkor nem volt túl könnyű elfogadni, hogy alacsony vagyok. Volt vagy 3 barátom, mindenki ilyen horrihozás volt, én meg alacsony voltam. De valahogy nem emlékszem, hogy nagyon megviselt volna. Én ezt annak tudom be, hogy a szüleim úgy neveltek, hogy először is teljes biztonságban és szeretetben nevelkedtem, anyámnál önzetlenebb anyát nem tudok elképzelni, és valószínűleg ez segített át azon, hogy nekem könnyű volt elviselni azt, hogy én alacsony vagyok. De ez is egy elfogadása, ma önmagunkat elfogadni, elengedni a vágyainkat, hogy milyenek szeretnénk lenni, ez szintén a mai témához kapcsolódik. Nem mindenki lesz kosárlabdás, nem mindenki, de attól még lehet boldog ember, az alacsony is, a kövér is, meg mindenki más. Tehát meg kell próbálni annak örülni, ami van, és nem azon siránkozni, ami nincs.